Polgármesterek, településvezetők és az önkormányzatok fejlesztési pályázatait lebonyolító szakemberek vettek részt azon a szakmai fórumon, melyet március 19-én tartottak a Városháza nagytermében, és melynek célja a településfejlesztési operatív program véglegesítése volt. A finiséhez érkezett a tervezési szakasz, az egyes települések sokat dolgoztak a koncepciókon, különböző stratégiákon. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke fogalmazott így köszöntőjében. Azt mondta, április közepére el kell készüljön az összehangolt megyei integrált területi program. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon várja, hogy a 2014-2020-as uniós forrásoknak a területi és településfejlesztési operatív program keretében milyen projektek tudnak megvalósulni. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk és felkészültek legyünk, még egy utolsó a tervezési munkát el kell, hogy végezzük. Ez nem csak a mai napra, hanem az ezt követő másfél hónapra vonatkozik, hiszen terveink szerint most a integrált területi program második változatát szeretnénk áprilisra elkészíteni, és természetesen ez a dokumentum, amit most elkészítünk, ez egy olyan dokumentum lesz, amiből ezt követően 2023-ig kell, hogy dolgozzunk, hiszen a 2014-2020-as uniós források az N+3-as időszak figyelembevételével akár 2023-ig is tervezhető, illetve befejezhető projekteket tartalmaz. Az egy másik kérdés, hogy azt gondolom, hogy mindannyian arra készülünk, hogy a projekteinket minél hamarabb tudjuk biztonságban, és gyakorlatilag mind a felhívások, mind a támogatói szerződések megkötésével érjük el azt, hogy mondjuk 2018 év végére már nem maradjanak lekötetlen források. És az első körben 5 napon keresztül 81 település, gyakorlatilag Debrecenen kívül valamennyi hajdúbérli településnek a polgármesterét vagy területfejlesztési szakembereit várjuk. Most ez a negyedik állomás, a héten még Böszörményben lesz az ötödik, ahol a hajdúvárosok képviselőit fogjuk meghívni. Ezt követően a következő két és fél hétben pedig szeretnénk a kereskedelmi és iparkamarával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával már a vállalkozókat megszólítani, és kifejezetten azokat az operatív programokat szeretnénk végigvenni, azokat a lehetőségeket, amelyeket a vállalkozók fognak tudni felhasználni. A legfontosabb azt gondolom a mai napnak is az üzenete, hogy vannak szakmai nyelvezetek, ezeket a területfejlesztési szakemberek érték, vannak milliárdok, de hát a lakosságot pedig az érdekli, hogy az ő közvetlen lakókörnyezetének milyen fejlesztési lehetőségei vannak. A területi operatív program keretében természetesen a legfontosabb a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos valamennyi olyan teendő, ami egy befektető számára azt mondja, hogy miért érdemes munkahelyeket teremteni. Itt természetesen elsődleges az infrastruktúra teremtése, de másodlagos és talán legfontosabb a kiválasztási rendszerben, hogy milyen egy település képe, hogyan élnek az emberek, milyen szolgáltatások vannak. Ezeknek lesznek lehetőségei integrált városfejlesztési központ kialakítása, ami folytatódhat az eddigi fejlesztések, hiszen ezáltal lehet azt mondani, hogy a munkavállalóknak megfelelő környezetük van. Ez fontos a munkahelyteremtés kapcsán az, hogy milyen bölcsődei, óvodai fejlesztési lehetőségek vannak. Természetesen ezek kötelezettséget is jelentenek a jövőben a megye lakosai számára. Kerékpárutak, csatornázási lehetőségek lesznek, foglalkoztatási paktum, ami azt a célt szolgálja, hogy azok a vállalkozások, akik fejleszteni szeretnének, hogyan tudják a munkaerőt a jövőben biztosítani, és ezzel kapcsolatosan nemzetközi projektek, nemzetközi kitekintések, a határon átnyúló programokban való részvétel az, ami jelenti az elsődleges forrásokat a településeknek, és természetesen polgármesternek nem csak az önkormányzat fejlesztése fontos, hanem a vállalkozások, ezért nyitni szeretnénk a vállalkozások támogatása irányában azok az operatív programok, ahol sokkal nagyobb források vannak, több 1000 milliárd forintos források a gazdaságfejlesztésre, a vidékfejlesztésre, az energetika területén. Azt gondolom, hogy itt nyílik meg az a lehetőség, ahol az önkormányzatok együtt a vállalkozókkal tudnak fejleszteni, hiszen ez egy olyan együttműködés feltételez, ami természetesen érinti a településeknek a lakosságát, és érinti a magyar gazdaságot. Magyarország az Unió ré-
része. Amikor az Unió ezt az úgynevezett 12 ezer milliárd forintot Magyarország számára biztosítja a következő 7 évben, akkor úgynevezett tematikus célokat határozott meg, 11-et, ebből a legfontosabbak az, ami a foglalkoztatás bővülése. Magyarországnak azt kellett vállalnia, hogy a jelenlegi 62%-os foglalkoztatási szintről 75%-ra fogja növelni a foglalkoztatást. Nagyon fontos az energiaszektor, megújuló energia, a jelenlegi 8%-ról 14%-ra kívánjuk bővíteni az országban az, hogy megújuló energiákból állítsuk elő az energiaigényünket. Másik a legfontosabb a szén-dioxid kibocsátásnak a csökkentése. Azt gondolom, ez valamennyiünk számára, az önkormányzati intézmények számára talán az egyik legkedveltebb projektje lesz, hiszen itt már az üzemeltetési költségeket lehet csökkenteni, az, hogy milyen innovatív technológiával lehet majd az intézményeknek az energia szükségletét csökkenteni. És hát van még egy nagyon fontos terület, ez pedig a szegénység elleni küzdelem, ami azt a célt szolgálja, hogy azok a leszakadóban lévő települések és a foglalkoztatásban nem részvevő, oktatásban nem részvevő embereket hogyan tudjuk integrálni a társadalomba. A források felhasználása még ebben az évben megkezdődhet. Van olyan program, illetve prioritás, melynek kiírásai már júniusban megjelenhetnek. Ez Ibrányi András tájékoztatójából derült ki. Ma azért vagyunk itt a térségben, és egyébként ezen a héten minden egyéb térségben, Hajdú-Bihar megyében, hogy partnerként szólítsuk a települési, városi vezetőket, hiszen az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért itt a megyében elsősorban ők lesznek felelősek, a rendelkezésre álló források, mint kedvezményezettet őt tudják felhasználni elsősorban. Ezek a tématerületek érintenek gazdaságfejlesztést, városoknak városrehabilitációs programokat, közlekedésfejlesztést, de akár önkormányzati intézmények energetikai megújítását, egészségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások fejlesztését. A Hajdú-Bihar megyei önkormányzat szeretné, hogyha a megyei fejlesztési ügynökség, amely egyébként 100%-osan az önkormányzat tulajdonában van, segíteni tudná a megyei városok és településeknek a projekt megvalósítását. Szeretnénk szakmailag rendelkezésre állni nekik, és ebben a projekt előkészítésben, a projekt ötlet kitalálásában, és aztán majd a megvalósításában is szerepet vállalni. Célunk az, hogy minél sikeresebb projektek kerüljenek megvalósításra, és ezzel szolgálják nem csak a települések, hanem a lakosságnak is a életminőség javítását. Mai napon pedig már szóba kerültek határidők is, amelyeket többek között a település vezetőknek fontos, hogy betartsanak. Már nagyon-nagyon sokszor kérdezik, hogy mikor jön már végre a pénz, mikor lehet pályázatokat benyújtani. Most már ismert az ütemezés, magát az operatív programokat Brüsszel elfogadta 2015. februárjában. A mi topunkat, tehát a területi és településfejlesztés operatív programunk is így járt februárban, hogy elfogadásra került hosszú idő után. Ha minden jól megy, akkor júniusban már az első felhívások meghirdetésre kerülnek, és szeptemberben az irányító hatóság már szerződésszerűen kötelezettséget is vállalna ezekre a fejlesztésekre. Úgyhogy most már 2015-ben bátran mondhatjuk azt, hogy elindul a forrás felhasználás, és a finisébe ér az előkészítési fázis. Előadásában hangsúlyozta azt, hogy azért minden település gondoljon arra, hogy az indikátorokat, tehát a vállalásokat, azokat mindenféleképpen tudják betartani, hiszen ez szankcionálással is járhat. A legfontosabb eleme lesz a következő időszaknak, hangsúlyosabb, mint az előző időszakban, ez az indikátorok vagy a mérőszámok teljesítése. Olyannyira komolyan számon fogja kérni Brüsszel, hogy a megyéknek, az országoknak, tagállamoknak a teljesítményét folyamatosan vizsgálni fogja minden évben, és hogyha az előre megegyezett mérőszámokat, például láttuk a dián, hogy 40 kilométernyi kerékpárutat kell legalább építenünk, ha ezt nem tudjuk hozni, és veszélyben van ennek a mérőszámnak a teljesítése, akkor a forrásokat azon megyékhez, vagy azon tagállamokhoz fogják csoportosítani, akik az indikátorvállalást hatékonyabban tudják megvalósítani. Ez forrásvesztéssel fenyeget, nekünk az az elsődleges célunk, hogy szóba se jöhessen Hajdú-Bihar megyében forrásvesztés. Legalább 2 évvel ezelőtt elkezdték az önkormányzatok azokat az előkészítő tervezési munkálatokat, amelyek a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban megvalósuló beruházásokat a településeken szeretnék megvalósítani. A megyei önkormányzat ehhez nyújtott segítséget, több alkalommal volt már, hogy összegyűjtötték ezeket a projektjavaslatokat.
Most gyakorlatilag a mai napnak az újdonsága az, hogy ez most már a konkrét megvalósítási fázisba érkezve a projekteknek az előkészítettsége, a terveknek a megléte, a prioritás és az időrendi rangsorba állítása a legfontosabb feladat, illetve ennek a finanszírozási háttérműveleteinek az elkészítése. Tehát azért fontos volt ma, hogy a települések vagy polgármesterrel, vagy hivatali szinten képviseltessék magukat, hogy az együtt gondolkodást itt megcsináljuk utána négy szemközti találkozók keretében. Természetesen jó az, hogy egy pénzintézet, ugye az OTP is segítséget nyújt az önkormányzatoknak, az önerőnek a kifizetésére, illetve a projektnek a finanszírozásában, de úgy látjuk, hogy most már minden akadály elhárult, hogy azok a valóban a település életét pozitívan befolyásoló beruházások, projektek valóban a megvalósítás szakaszába lépjenek. Az indikátorok segítségével és számszerűsítésével lehet egyértelműen meghatározni, hogy melyek azok a célok, melyek elérése esetén sikeres egy projekt. Muraközi István szerint városunk esetében ezek felelősen vállalható számok, inkább a tervezés és a beruházások időzítése nehezíti a lebonyolítást. Nem csak a pályázat miatt, hanem magunk miatt is kell, hogy komolyan vegyük, hisz ez gyakorlatilag fenntarthatónak kell lenni ennek a pályázati rendszernek, és ha mi nem, akkor az Unió mindenképpen számon fogja kérni. De azt gondolom, hogy ezzel tudjuk életképessé tenni és komolyá tenni azokat a pályázatokat. Tehát csak úgy a levegőbe városközpont rehabilitációt, akár óvodafejlesztést, akár egészségügyi alapellátást betervezni, hogy nincs mögötte valós tartalom, nem lehet. Én azt gondolom, hogy ez nem okoz problémát, hisz Berettyőfaló már a tervezés időszakában is megvizsgáltuk, hogy mi tudjuk tartani azokat az indikátorokat, akár az egészségügyi alapellátás, akár az oktatás, akár a városközpont, akár más egyéb Berettyőfaló infrastruktúrának a fejlesztése okán. Itt inkább a tervezésnek az időbeli ütemezése jelenthet problémát, mert ugye mindennel el vagyunk késve, tehát legalább egy éves csúszásban van a települési operatív program. Tehát gyakorlatilag minden sürgőssé válik, mindenki jogosnak érzi az ő intézményének, utcájának, háziorvosi rendőrnek a felújítását, és gyakorlatilag azt is látjuk, hogy mivel folyamatos a finanszírozás, nem lehet mindent egyszerre megvalósítani, tehát ez lesz a következő időszaknak és a mai napnak is a legfontosabb feladata, hogy időrendbe állítani ezeket a beruházásokat, ezeket a projekteket, hogy a elkövetkezendő években folyamatosan legyen megvalósítás is, de egy önkormányzatnak a költségvetését se borítsa meg, mert hogyha túl sokat vállalunk, akkor ez esetleg a működés problémákat jelenthet. A térség országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos a részvétel az ilyen szakmai napokon, fontos, hogy a települések képviseltessék magukat. Vitányi István példaként hozta fel a rossz projektmenedzsment kiválasztását is. Szemléletváltásra van szükség. Na most nagyon sok polgármester, aki nincs itt, most azokról beszélek, meg azért más területről is, szóval azt el kell már felejteni, hogy ott ülünk a polgármester székbe, és várjuk a normatívát, és azt a széllyel osztjuk. Szóval a szemünknek a pályán kell lenni, illetve pontosabban a pályázatokon. És hát nagyon sok pénzt lehet pályázatokon nyerni, de én mindenkinek felhívnám figyelmét arra, hogy amikor ugye itt most változott a jogszabály, önkormányzat saját maga írja a pályázatát, vagy a fejlesztési ügynökséget bízza meg vele. Mikor kiválaszza a projekt menedzsmentet, akkor nagyon figyeljen oda, vagy kérdezze meg a polgármestertársát, hogy ki az, aki erre hát alkalmas, mert hát nagyon sok, nem akarom én megbántani őket, de szerencselovag van ezen a területen. És ahogy a elnök úr is mondta, ha nem teljesítjük azokat a kritériumokat, akkor elviszik a pénzt tőlünk. Elviszik a pénzt másik megyéhez, és hát akkor én most hiába lobbizok azért, hogy ebbe a megyében még több pénz jöjjön, ha azt mondják nekem, órom alá dugják a papírt, hogy hát hova jöjjön, mikor innen el kellett vinni, mert egyszerűen nem teljesítették. A szakmai napon az előadásokat követően a települések projekt javaslatait személyesen egyeztették a megyei önkormányzat szakembereivel.